A 2016-os költségvetés 984 millió dinár tesz ki, ami 40 millió dináros csökkenést jelent az idei évhez viszonyítva. A lefaragás alapvető oka a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevétel várható csökkenése. Az önkormányzat ennek ellenére számos fejlesztést tervez jövőre. 10 olyan projektum van, ami új, ezek főleg utak aszfaltozása, járdák kiépítése, a november 11 iskolánál a nyilászárók cseréje, akkor a fogadóiroda, tehát itt az önkormányzatnál a fogadóiroda polgárbaráta bététele, tehát egy kicsit ezt kell felújítanunk, akkor a bicikli út zárószakaszának a kiépítése, valamint a kaszárnya épületének az átalakítása a levéltár, illetve a Magyar Művelődési Intézet számára. Az illetékes belgrádi minisztériummal folytatott intenzív tárgyalásoknak köszönhetően Zentát nem fogja érzékenyen érinteni az önkormányzati szférában dolgozók létszám leépítésére vonatkozó kormánydöntés, ismertette az ülésen a polgármester. Végül december elején, amit megkaptunk, az 368 foglalkoztatottban maximalizált, tehát állandó foglalkoztatottban ebben a rendszerben dolgozók létszámát. Ez az első lépés, ebben az első körben, így mondjam, nem jelent jelentős leépítést, mivel megbírjuk úgy oldani, hogy azok az emberek, akik így is tervezték a nyugdíjba menést, azokkal csökkentjük, viszont nem tudjuk a jövőbe mit fog jelenteni. Közvetlenül a rendes ülés befejezését követően a zentai képviselők rendkívüli ülést is tartottak, mert Sirkova Anikó, a testület eddigi elnöke lemondott tisztségéről, miután decemberben kinevezték a tartományi ombudsman helyettesévé. Helyére titkos szavazással Predrag Popovicsot választották meg.